TV2 nem túl átlátható tulajdonlási viszonyaival kapcsolatban az Együtt már tett feljelentést 2014. januárjában. Sőt, többször voltak akkor vendégeim is ellenzéki politikusok, akik azt firtatták, hogy vajon ki állhat a rejtélyes üzlet mögött, és egészen konkretizálták, hogy nem lehetséges, hogy Simicska Lajos áll valamilyen formában a TV2 megvétele mögött, és hát a feljelentés az nem járt sikerrel, elutasította a rendőrség. Szigetvári Viktor feljelentéséről van szó, aki most ismét megpróbálkozik, és a vendégem. Jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Hogy most azt mondja, hogy csalás és gazdasági csalás gyanúja miatt, de hol van itt csalás? Nem egy két magánszemély vagy társaság közötti üzleti vitáról beszélünk? Mi Braun Roberttel közösen, amikor a feljelentést tettük, azt vélelmeztük, hogy itt színlelt szerződések kötettek, tisztázatlan pénzügyi kötelezettségvállalások, hiszen azt állítottuk, hogy egy veszteséges, évek óta veszteséges cégben egy menedzsment kivásárlás, ráadásul az eladó hiteléből megvalósított menedzsment kivásárlás csak akkor kerek történet egy üzleti értelemben és egy tőzsdénjegyzett vállalat történetében, hogyha valaki harmadik félként ezt fedezi, mint ahogy a csillagászatban szokták mondani a csillagászok, hogy bolygópárosoknál kell ott lennie még valaminek, különben gravitációsan a dolog nincs egyben. Itt is azt állítottuk, ebben tévedtünk, hogy... Ez most, várjon, most ez még így megragad benne, tehát hogy... Hát az, hogy szoktak igen. tudni olyan harmadik szereplőket a csillagászatban igen, feltételezni, akiknek a vonzása rakja azt a rendszert egybe, és amiatt van, hogy mondjam a... De ez még nem csalás, és ez még nem szillet. Mitől lenne, hogy ha most Fonyó Károly egy opciós szerződéssel lépett a napvilágra, vagy egész pontosan élesítette egy korábban megkötött opciós szerződést, az nem szillelt szerződés. Az mitől lenne szillet? Az opciós szerződés, mint olyan, az egy létező jogi kategória. Ugye ezt csak 24 órája tudjuk, hogy ez ténylegesen megvalósult, illetve 48 órája, miután a 444 erről dokumentumot prezentált, és erről tájékoztatást adott, de ott még mindig van kérdés, hogy valójában milyen pénzmozgás volt, most már tudjuk Fonyó Károly, illetve Simicska Lajos érdekköre, és Simon Zsolt, illetve Ivon Dederik között, ott még mindig nem láttuk a papírokat, mert őróluk már azt tudjuk, hogy adtak hitelt, kölcsönt, amit vagy tagi kölcsönként, vagy más formában a tranzakcióban használtak, hiszen nem lett volna még az a része se kerek, hiszen azt mondta tegnap Simon Zsolt, egyébként ebben egy több mint egy éves állítását döntötte meg, vagy ismerte, hogy korábban hazudott, hogy nem csak, hogy kölcsön kapott, hanem részben ezt vissza is fizette már Simicska Lajoséknak, és innentől kezdve az a tranzakció, amit ők mindeddig, most a mindeddig, az mondjuk a két héttel ezelőtti mindeddig állítottak, hogy ez egy teljesen egyszerű menedzsment kivásárlás volt eladói hitellel, amelyben a felek aztán végül továbbadják ezt Andy Vajnának, az semmilyen módon nem kerek. Jó, de én még mindig nem tudom, hol van a csalás meg a gazdasági csalás, hogyha nagyon leegyszerűsítve az történt. 2014-ben Simicska Lajos azt mondta, Fonyó Károlyon keresztül, gyerekek, itt a pénz, én a háttérben maradok, ti meg tulajdonosként vásároljátok ki a ProSiebentől a TV2-t, a pénzt én adom, ezért cserébe annyit kérek, hogy lesz egy opciós szerződésem, hogyha ezt valaki el akarja venni tőletek, vagy el akarjátok adni, ki tudja, mit hoz az élet, akkor én ezt a szerződést élesítem. Közben, hogy Ivon Dederik és Simon Zsolt mit csinált a cégekkel, meg az alatta lévő cégekkel, az megint egy másik történet, amit ugye tegnap előtt óta tudunk, és ők ennek tudtában birtokában, az átalakítás birtokában eladták egy másik szereplőnek, de itt sehol nem látom a szillett szerződést, a csalást, a gazdasági csalást. De hát mondok önök egy példát. Például ugye, hogyha igaz az az állítás, hogy Simon Zsolt és Ivon Dederik volt mondjuk egy évvel ezelőtt minden részletet lehántva a dologról a TV2 tulajdonosa, mert folyamatban volt ez a klasszikus menedzsment kivásárlás, akkor rendben volt ez versenyjogilag. De hogyha közben azt látjuk, hogy volt egy bármikor élesíthető vételi opció, vagy vételjogot megtestesítő okirat, amelyből annyi következik, ezt úgy mondjuk magyarul, hogy strómanjai voltak Simon Zsolt, illetve Ivon Dederik Fonyó Károlynak, hiszen bármelyik pillanatban érvényesíthették. Valaki pénzt adott a vásárláshoz. Ezt hívhatjuk különösen most politikai értelemben, hogy politikai szempontból valakit megbízott, hogy ne derüljön ki, hogy ez most a Fideszhez, a kormányhoz közeli, igen, mert még a barátság időszakáról beszélünk. De ez tehát politikai értelemben ő nehezményezheti, mint szintén politikus, de ezt még mindig nem látom, hogy hol van itt a csalás, gazdasági csalás, vagy bármi bűncselekmény gyanúja. Hát ugye az a helyzet, hogy Fonyó Károly érdekelt volt abban, hogy elrejtse a saját tulajdonjogát egy színlelt szerződéssel, akkor innen mondom,
Mert azzal, hogy ő ezt elrejtette, ő mentesült azzal alól, hogy akár a médiahatóság, akár a gazdasági versenyhivatal vizsgálja az ő médiapiacon gyakorolt befolyását, hiszen neki vannak más média tulajdonai. Innentől kezdve Fonyó Károly maga érdekelt volt abban, hogy elrejtse a saját bármikor érvényesíthető tulajdonjogát, hiszen hogyha ott elkezdi tavaly januárban, vagy hát tavaly előtt decemberben, tavaly januárban a GVH vagy akár a Nemzeti Médiahatóság ezt vizsgálni, akkor meg kellett volna nézni, ugye ő a tulajdonosa a Metropolnak, talán még biztosan vannak még a Simicska érdekében más média tulajdonai. Mert nem volt a valóságban tulajdonosa. Én adok pénzt önnek, és azt mondom, hogy vegyen rajta lakás, de ha el akarja adni, mivel én adtam a pénzt, akkor az az én tulajdonom lesz, és nem szeretném, hogy ön ettől megválna. Attól én nem vagyok az ön lakásának a tulajdonosa, csak a pénzt adtam. Tehát nem fog engem vizsgálni ez esetben GVH, hogy hány lakásom van, vagy bármilyen más szervezet, ami erre hivatott, mert hogy nem én vagyok a tulajdonos, én pusztán a pénzt adtam annak, hogy ön most akkor csináljon ezzel a vállalkozással valamit. Önnek igaza van, csak ennél ez egyel bonyolultabb, mert még egyszer mondom, a felek egyike alapvetően volt érdekelt abban, hogyha ő biztosította a rendszerben a pénzt. Egyéb iránt szeretném mondani, ugye a tőzsdén jegyzett ProSiebenSat.1, mint cégcsoport, Braun Robertnek és nekem írt levelében világosan jelezte, hogy ők teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy mely felek vettek részt Magyarországon ebben a tranzakcióban, kaptak megfelelő pénzügyi garanciákat arra, hogy ez az egyébként veszteséges cég, amelynek rövid távon a magyar médiapiac mondjuk úgy, hogy nehézkes helyzetéből fakadóan nem volt reménye arra, hogy pozitívba forduljon az üzleti eredménye, az a ProSiebenSat.1 részvényesei és a ProSiebenSat.1 menedzsmentje számára is garanciát jelentsen. Ez még Braun Robert is bevásárolta magát. Így van, azóta én ezt a részvényt tőle megvettem, mert ugye. Már a magáért? Igen, mert pont azért, mert hogy Robert most már nem foglalkozik politikával, tehát ezeket az ügyeket én ProSiebenSat.1 részvényesek is meg kell kérdeznem, mert ez megint válasz arra, amit ön joggal kérdez, hogy ez konstrukció értelemben, nyilván sok pénzt kerestek ezen az ügyvédek, tiszta tud lenni, csak a végén a bíróságnak az érdekeltségeket is kell vizsgálni, hiszen nem csak Fonyó Károly volt érdekelt a saját médiapiaci befolyása miatt, tulajdona miatt, hogy ezt rejtse, hanem közben a ProSiebenSat.1 is azt nyilatkozta, emlékeztetnék, a 2014-es üzleti évről szóló tőzsdei beszámolójukban nekik benne van, hogy 2016. december végén lejáró forintban számolva 5-8 milliárd forintos hitelt adtak itt a menedzsmentnek. Ez nem kis tét, még egy nagy vállalat, egy ilyen nagy vállalat esetében sem. Pont. És szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy a GVH-t meg az NMHH-t, ha igaz az a dolog, amit ma tudunk, teljes mértékben megtévesztették ezek a felek. Na mindesetre azért ebben a történetben szerintem egy alsó 4-5 év is benne lehet még, ami a különböző jogi eljárásokat illeti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Volt.